Sziasztok, én Zoli vagyok, és ez itt ismét a Zöld Pokol, ismét 60-ból, ismét a retro partizánokról. Van itt egy amerikai autós sor, itt most szakértő nélkül végigszaladunk. Amit tudok, elmondok az autókról, ez nem lesz túl sok, viszont a látvány mindenért kárpótol. Ez az autó egy 1969-es Plymouth Fury, ami tulajdonképpen arról lehet nevezetes vagy emlékezetes, hogy az amerikai rendőrségnél, meg a katonaságnál is voltak ilyenek szolgálatban. 60-as, 70-es évekbeli filmekben lehet látni például ilyen rendőrautókat, talán néhány Columbo epizódban is például megfordulnak ilyen Furyk. Azért ezt a hatalmas V8-as szörnyet még körbejárni is egy kicsit fárasztó, azt gondolom. Van benne egy, ha jól emlékszem, mindjárt megnézzük a feliratot, egy 5200 köbcentis V8, ami nem is olyan hatalmas. Igazából 3 fokozatú automata sebességváltóval, és ugye a korszellemnek megfelelően, ez valószínűleg egy luxusabb kivitel, bőrből készül a bevonata a tetőnek. Majd mindjárt megkérjük Józsit, hogy jöjjön egy picit közelebb, és mutassa meg ezt a tetőt, ami bőrbe van ragasztva, illetve varva. Nagyon szépen köszönjük. Ezek szerint a tulajdonosra is sikerült rábukkannunk. Hát ez egy gyakorlatilag amerikai értelemben véve egy kőkorszaki technika, ami valószínűleg minden fajta üzemelési körülmények között beindul és működik. De például egy gyertyakábeleknek a minőségéből látom, hogy mennyire van használva ez az autó, megkérdezhetem? Nem régóta van nálunk. Elnézést, adok egy mikrofont, így kicsit közelebb talán így. Hello, sziasztok! Nem régóta van nálunk, egy olyan 2 hónapja az autó. Hát nem napi használatú, egyelőre garázslakó, és ez az autó eredeti. Annyi, hogy egyszer körbefényezték, de semmi más nem volt rajta még csinálva. És ide lábon jött? Igen. Milyen messziről? Mi 60-iak vagyunk. Ha, értem, hát akkor valamelyik környező utcából talán. És mi a terv vele? Ez marad így, ahogy van. Én szeretem az eredeti patinás autókat, és ez így meg fog maradni. Uh-huh. Értem. És használattát tekintve mi a terv vele? Mi filmezéssel is foglalkozunk, és kiadjuk bérbe. Akkor ezt még lehet, hogy a közeljövőben fogjuk látni majd. Már belet forgatva, most forgott Pesten a Continental című film, és abban már szerepel. Hoppá, na hát akkor érdemes ezt megnézni, már csak emiatt az autó miatt is ezt a mozit. Nagyon szépen köszönjük a kis bemutatást, és sok örömet, élményt kívánunk az autóhoz. Köszönjük szépen. Hát haladjunk tovább akkor itt az amerikai soron. Itt egy gyönyörű Chevy. Azt a mindenség itt neki, ez a motorháztető. Ez nem, hogy egy, de még 2 misét is megér. Ugye azért érdemes összevetni a kor volgáival, gyakorlatilag a forma világ, a forma tervek nagyon hasonlóak azokhoz. Az a felnis is semmi ott lenne a fehér peremű gumival. Meg a pilóta fülkét is majd azzal a hihetetlenül gyönyörű szép kárpitozással érdemes. Bár itt van rajta azért némi javítás, ragasztás, de hát ez a 2 tónus, akkor ez is a tiéd. Az is, azt a mindenit, akkor ez nagyon szép sor. A kinti teherautó, az Opel kapitén a sarokban, meg van egy Citroen, meg van egy rendőrzsigulink is. Azt a mindenség. Fú, hát nem semmi. Mióta foglalkozol ilyen régebbi autókkal? 20 éve. De szakmád is köthető ehhez? Nem, nekem pék a szakmám hivatalosan. Nos, egy pék, aki régi amerikai autókat is gyűjt. Hát igen, ez egy teljesen más világ az eddigiekhez képest. Ez mikori ez az autó? Ő 57-es, ő egy Chevrolet Bel Air 210. Az érdekessége, hogy ez az autó soha nem látta Amerikát, mert ez antwerpeni összeszerelés, Antwerpenben volt egy gyár. És az érdekessége még, hogy sibedás, tetőablakos, és csak az antwerpeni összeszerelési autókban van tetőablak. Uh-huh. Akkor érdemes azt is megnézni a tetején a tetőablakot, vagy legalábbis megmutatni. Ott van egy... Hát itt csak igazából kivágásnak látszik, hogy ez egy tetőablakot takar. Na,
Na és még a tulajdonos ki is nyitja nekünk. Nagyon szépen köszönjük. Szuper, akkor menjünk tovább a következőhöz és nézzük meg. Ez itt egy igazi ritkaság, ugyanis ugye ez az autó, ez sokfajta amerikai járműhöz hasonlít, vagy sokfajta ismert amerikai márkához hasonlít. Ez egy DeSoto, ez egy, hát ugye európai fülszámára nem cseng túl ismerősen. Ez egy DeSoto Fire Sweep 1958-ból 5700 köbcentis V8-al és 290 lóerős. A jármű nyomógombos automata váltó van benne. És hát ez is egy hatalmas szedán. Hát a korának megfelelő, mondhatjuk úgy. Nagyon szép állapotban van ez is. Sőt, ez még talán szebb is, mint az előző, vagy az előző kettő. Következő autóról, illetve magáról a típusról pedig szeretnék nektek néhány érdekességet is elmondani. Ez egy Buick 8, mint a kor legtöbb amerikai autójában ebben is egy 8-hengeres motor dolgozik, azonban ez nem V8-as, hanem Sor 8-as, és ráadásul a Buick saját fejlesztésű és gyártású motorja ez, a Fireball motor család egy késői tagja, és az automata váltó is házon belüli fejlesztés és gyártás, a Dynaflow, ez pedig 1948-ban a megjelenésekor a világ első sorozatgyártású hidraulikus nyomatékváltója volt. Két előremeneti és egy hátrameneti fokozattal, tehát hiába volt General Motors tag a Buick, ez még egy teljesen házon belül készült autó volt. Stephen Kingnek nem csak a Christine című könyve, regénye szól egy autóról, egy nagyon gonosz autóról, ami egyébként egy első generációs Plymouth Fury, és ezzel vissza is kötünk a videó elejére, hanem a 2002-ben megjelent From a Buick 8 is egy autóról szól, vagy egy autóról is szól, egy 1953-as Buick 8 Roadmaster kivitelű autóról, ami tulajdonképpen ehhez egy nagyon-nagyon hasonló és típusban meg is egyező jármű. Ez egy 1926-os autó, egy Willys Whippet, vagy Whippet. Ez 96 éves jármű. Érdemes megnézni a műszerfalát. Olyan értelemben, hogy gyakorlatilag szinte semmi sincs a műszerfalon. Nem tudom, mennyire tudja megmutatni Józsi. Szinte semmi sincs a műszerfalán. Gyakorlatilag néhány óra, néhány kezelőszer. Ha átmész a másik oldalra, talán jobban látszik a műszerfal. Hátul a pótkerék. Igen, és akkor innen benézünk majd az autóba. Van három ilyen kis tojásod egység, amiben az egyik a gyújtáskulcsnak a helye, egy kis mérőóra és ennyi. A kis fiam azt mondta erre az autó, hogy terepjáró, mert hogy küszöbje van. Hát ennek, ha valaminek, ennek aztán van küszöbje. Itt akár állva is lehetne utazni, jó néhány kilométeren keresztül. Most a következő két autót hátulról kezdjük el megnézni. Azt is megmondom, hogy miért. Ebből az irányból közelítettem meg ezt a két autót. Nyilván láttam a Mustangot, a Cabriót. Meg kéne ősd, hogy mutassa meg ezt a gyönyörű piros Mustit. Láttam ezt. Aztán hirtelen csak úgy félszem el a másikra tévedt, na mondom, hogy Fox Body. De hát nyilván nem Fox Body, csak egyszerűen az ugrott be. Ez egy harmadik generációs Camaro. Egy harmadik generációs Chevy Camaro. Milyen volt? Méghozzá az RS kivitel. Egy nagyon szép, nagyon lapos, de már szögletes amerikai sportautó. Ugye a Camarókat eredetileg a 60-as években a Chevy
illetve hát nyilván az anya cég a Mustang ellenfeleként hozta forgalomba, ami aztán annyira jó sikerült, hogy későbbiekben, ugye a 2000-es évekre a mostani Camaroknak a különböző versenyváltozatai, vagy mondjuk úgy, hogy verseny szintet súroló változatai már bizony pályán is kőkemény képességeket mutatnak. Ez még nyilván nem egy olyan autó, de a maga nemében gyönyörű. És akkor itt egy nagyon nagy klasszikus, itt látunk már a poros motorháztetőbe belefirkált kis jelecskéket is. De hát azt hiszem, hogy ha valakinek azt mondják, hogy Mustang, Ford Mustang, akkor ez a forma ugrik be talán mindenkinek legelőször. Gyönyörű autó, 1965-ből, 140 lóerő, 3200 köbcenti, és 2017-ben egy teljes körű restauráláson, illetve felújításon esett át a jármű. Nem egy erőgép, nem egy gyorsulóbajnok, viszont az élmény az pótolhatatlan és megfizethetetlen, amit egy ilyen jármű tud a rendelkezésünkre bocsájtani. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót, remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy a zene nem túl hangos. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel az Öltpokol YouTube csatornájára, és kommenteljetek, javítsátok ki a számos hibát, amit ejtettem esetleg az autó bemutatása során, hiszen abból mindannyian tanulhatunk, még én is. Látogassatok el az Öltpokol Facebook oldalára, keressétek a TikTok és az Instagram profilt a következő videóig. Sziasztok!